Jó reggelt! Sziasztok! Már nincsen annyira reggel, mert 10 óra elmúlt a tegnapi Disney nap után. Muszáj volt pihennünk egy kicsit, de most már megyünk a Universalba, már megyünk a Tucson Chocolate Emporium bánni, Mardi Gras-i fogunk. Nagyon szuper napunk lesz! Ha még nem ismertek minket, akkor mi vagyunk Viktor és Andi, és a hátizsákkal a föld körül, Universal, Disney, illetve egyéb blogokat, élménybeszámolókat látok a csatornánkon. Ha szeretitek az ilyen tartalmakat, kérjük, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjatok kis csengőt, hogy értesüljetek a következő videóinkról is. Annyira szuper, hogy a parkoló részek azokra a híres filmekre van elnevezve, például az E.T.-ben parkolunk most, és az E.T. zene szól. Na hát, és Viktor, a E.T. zokni van pont. Tegnap kicsit leégett az arcunk, úgyhogy jó vörösek vagyunk, de most gyorsan bekentünk inkább magunkat mégis, pedig így jönnek-mennek a felhők, de akkor se lehet égni, úgyhogy Floridában mindenképp kell naptej, és ne csináljátok olyat, mint mi, hogy nem kérjétek maga be magatokat egy nap, mert tessék, rákvörös lesz az ember. Minden várakozási idő csak 25-30 perc környékén van, úgyhogy ezt jelenleg nem akarjuk nagyon elhinni, úgyhogy sietünk be a parkba, minél elfelülhessünk mindenre. Ma is forgatás van, kiteszik, hogy hátszed, nézzétek, Access Hollywood, Access Daily. Része lehetünk a Universal produkcióinak. Úristen, itt van Mario López, itt van Mario López, úristen, itt van Mario López. Levették a Mardi Gras kört, ami ott volt, hatalmas nagy felirat. Viktor megörült, hogy ilyen képet is tudott csinálni, ami nincs rajta. Persze, jó, de örülök neki. Mápa. Mápát vásárolunk. Universalban is kell vinni haza souvenirt. Tudjátok, Viktor gyűjti a parkmapeket. Mápa. Mert mindig nem más az eleje. Igen, és tök szép Mardi Gras. Első attrakció. Despicable Me Minion Mayhem. Még nem ültünk ezen a tripen rajta. Szeretnél Minionná válni? Igen. Igen, you wanna become a Minion, become a Minion. Papaj, papaj, banana, papaj, bello, papaj, papaj, banana, bello, banana, papaj. Megjöttünk Gruházába, úristen, ott van a családfája. Ott van Dr. Nefario, ott ez a borzasztóan halálos kripta. Nem tudom, hogy ilyen. Koporsó, ez az, köszönöm, kripta. Igen, hatalmas, hatalmas orszarú, Jézusom, nagyon durva. Let's see how well you take to that! I'm working on something really big today, so I'm going to have to do this kind of quick. Hello, I'm Gru. What's your name? Where are you from? Well, that might be impressive. Question, question, question. And thank you. Anywho, Dr. Nefario created a device that could turn everyday boring civilians like you into minions. At first there were a few minor snags, and a few major snags. Although I kind of like that guy, and that guy. He's just a big, bald teddy bear. Yeah, and no way will he shoot you with a fart gun. Oh, no? Hey, it smells like banana. Találkozunk minyonként. Na hát nem vagyunk minyonok, de ott egy minyon. Look at Tampa. Oh my god, that's so cute. So fluffy, I die. Úristen, minyonos popcorn bucket. Jézusom, de aranyos, nézzétek már. Kis autóba ülnek a sok-sok minyonok. Kis update nektek az új Minion attrakcióról. The Shrek 4D volt, és nézzétek, tele van ilyen minyonos felirattal. Viszont amit még nem láttunk szeptemberben, az ez a felirat. Welcome to VillainCon! Featuring Witcher 6! Az új Gru filmből vették a VillainCon-t. Jaj, Istenem, de jó lesz, ez egy vadonat új attrakció lesz, ilyen még nem volt a Universal történetében. Nagyon várjuk. Nagyon-nagyon. És igazából idén meg fog nyitni, de hát most vagyunk itt a fenébe, nem akkor, mikor megnyitott, na nem baj, majd arról is beszámolunk, remélhetőleg jövünk még. A mami, a retteget mami. Csak 15 perc a várakozás, te elhiszed ezt, hogy 15 perc? Nem. Annyira durva. Ráijesztettem valakire, nagyon vicces volt, fújtam neki levegőt. Nem tudtam sajnos felvenni, világított a gomb, és Viktor megnyomta, és pop! De jön az átok, és már mindjárt nem lesz ilyen vicces. Még a medzsáj is sem bíj. Ott vagyunk fent, legfelső sor, jobb, kettes és egyes. Még egyszer, még egyszer, még egyszer! Menjünk még egyszer, gyere! Annyira jó!
Úristen, de jó volt! Imádtam, nagyon jó volt. Kétszer egymás után, igen, most már kicsit dizzy a fejem, harmadszorra már nem ülnék fel szerintem. Szerintem sem. Köszönjük Beti és Tomi, hogy megszeretettétek velünk, rávettetek, és most már nagyon szeretjük mi is. Hatalmas like. Még van egy óránk az ebédig. Úgyhogy azt gondoltuk, eddig a Gringottsra felülünk, mert ez csak 30 imádjuk. Perc. Nagyon szeretjük. A Gringotts! Megjöttünk Londonba, Leicester Square Station. Ó, és ezt Viktor nem hallotta, mert lemaradta, hogy elmondtam, hogy a Leicester Square Stationnél vagyunk. Már majd meghal a röhögésről. Hűha! Hűha! Pont elkaptuk! Harry Potter is a szökés a Gringottsból. Hát ez bogyálatos volt! Hú, de jó volt, Gringotts! Istenem, ez egy olyan rollercoaster, amit nem lehet máshol megtalálni. Egyszerűen lemegyünk a mélybe, és bemegyünk a szépbe, és utána jön Voldemort, és jönnek a koboldok, és... Nem spoilerezünk tovább. Nagyon-nagyon király! Olyan jó látni az emberek arcát, ahogy teljesen el vannak varázsolódva a helytől és mindent. Na viszont most már sétálunk ki a parkból, mert hamarosan érkezik a Two Sam Chocolate Emporiumos időpontunk. Na például ez is egy olyan dolog volt, amiért imádjuk a Universal-t. Egyszerűen kijössz, egy pillanatát ott teremnek a táncosok, let's get loud! És mindenki táncol, annyira jó érzés. Meg az óriás bácsik itt állnak. Ő a múmia, átka. Mondjuk ők azért nem annyira átkok. Itt vagyunk a City Walk-on, ebben a csodálatos kék, eges, napsütéses időben. És meg is érkeztünk a Two Sam Chocolate Emporiumhoz, ami egy igazi csokigyár, nézzétek, még füstöl is a kémény. Egy nagyon különleges hely. Online lehet foglalni időpontot, és folyamatosan tele van. Már régóta szemezünk vele, és végre most eljutottunk ide. Izgulsz, hogy milyen lesz? Nagyon. Bár kicsi... tudom, hogy nagyon jó. Biztos nagyon jó lesz. Ugyan már itt bent voltunk, az étterem nézve még nem. Azt az eget nézzétek, ilyen nagyon industriális, ilyen ipari hangulata van az egésznek. Ő, mekkora tartályok, meg minden, ahogy készül a csokoládé. Itt is kint van, hogy Mardi Gras. Kultban fantasztikus, ilyen kézműves csokoládé jellegű finomságok vannak. Aki csak csokit szeretne kóstolgatni, az mindenféle finomságból tud választani. És a helynek van saját merchandise-e, és úristen, de gyönyörű ez a bögre. Nagyon szép ilyen sejemfényű, és maga a Two Sam Chocolate Emporium, Savory Face Feast Kitchen. És fisztálni fogunk, fisztálni. Becsekkoltunk, kb. 15 perc, azt mondták, hogy addig kicsit kiültünk ide, és elvezzük a szellőt, a napsütést. Kaptam SMS üzenetet, hogy kész az asztal, megyünk enni. Wow, azt az eget. Hűha, hát ez aztán nagyon exkluzív, nagyon jól néz ki, úristen, de jó, ott készül a sok-sok csokoládé, jó, hát ez nagyon menő, úristen, nézzétek, milyen industriális az egész, nincs fizikai menü. Nem ilyen kártyát kaptunk, ahol ott a QR kód, és akkor betalálható a Universal oldaláról. Láttuk az előételrendelést, és én úgy érzem, hogy már azzal jól fogok lakni, úgyhogy kicsit nagy kívülés lesz még egy főétel. Meg azért néztünk egy desszertet is, mert hát nem sűrű jár az ember ilyen étteremben. A milkshake az nem desszert. De az. Az itt Amerikában az üdítő hozzá. Egyébként a Two Sam nagyon híres a milkshake-jeire, ilyen hatalmas nagy díszített milkshake-eket készítenek. Úgyhogy azt muszáj negyed megkóstolnom, muszáj. Képzeld el, hogy voltam a mosdóban, ilyen csokolád és édes illatfelhő volt mindenhol. És kóla? És kóla! Hát képzeljétek el, a pincérnőm magyar gyökerekkel rendelkezik, nem gondoltam volna most is érte, hogy a nagymamája a magyar volt. És úgy, hogy volt, mert teres volt az apukájával, amikor Ausztráliába költöztek, úgyhogy... Egy ausztrály csajszé, szolgál ki minket itt Floridában, magyar
gyökerekkel, hát ez ekkora már, nagyon jó. Mond, mutatta neki is, hogy hasonló kis pofia van neki is, nekünk. Magyar pofi. Igen, igen. Meg azt mondta, hogy pont úgy hangzik, ahogy beszélünk, mint hogy a nagymamája volt. Megérkeztek az előételeink. Francia hagymaleves, uram, atyám, milyen jól néz ki, a kamera nem adja vissza azokat a színeket, amiket mi itt látunk, ez egy fantasztikus tűzforró, nagyon menő, illetve filicsiszték rajt kertünk, ami isteni, mennyien jól néz ki, és van hozzá szósz is, úgyhogy együnk, együnk, mert nagyon-nagyon éhesek vagyunk. Nagyon éhesek vagyunk. Rengeteg szósz van bennem, nagyon finom. Jó, húsos, rengeteg vörös hagymával. Viktor azt mondta, hogy amit a karácsonyi vlogmasznek készítettem, az sokkal finomabb volt. Finomabb volt. De jó, örülök neki. Úgyhogy, ha hazatérünk, akár készíthetnél is. De sajtos. De jól néz ki. Krutonos, sajtos. Jó sok alkohol van benne. Komolyan? Van benne bor rendesen. Komolyan nem gondoltam. Na ez hagymás és sajtos, nagyon finom. De jó. Akkor jó választás volt, hogy ezt is megkóstoljuk. Na, együnk. Jó, ide, megérkeztek a főételeink is. Teriyaki burger. Atya Isten, nagyon szépen van elkészítve. Nagyon jól néz ki. És ez egy cheddar bacon burger. Mind a kettő ez van sült krumpli, de egyszerűen annyira jól néznek ki ezek a burgerek. Reméljük, hogy íze is olyan finomak, mint amilyennek kinéznek. Mászja a krumplit, Viktor? Milyen? Nagyon jó. Jó a krumpli? Nem fogod szeretni. Nem? Miért? Mert szótlan. Ketté szabtuk a burgereket, úristen, de jól néz ki belülről is. Bacon. Ez mit jelent? Azt, hogy finom. Finom? De jó. Majdnem kifogott rajtunk az ebéd, de azért csak sikerült megenni mindent. Még azért van hátra a desszertke. Jaj, de jó. Nagyon félek tőle. Nem, én nem félek. Nagyon-nagyon finom volt a főétel. Nekem tudod, mi volt a legjobb benne? Hogy nem volt túl tolva semmi. Hogy nem volt túl nagy se a hamburger buci, se túl sok a zöldség, de se túl sok a sósz. Minden jó volt, ugye egybe. És itt a desszert! Azt az eget, mekkora egy milkshake-et kaptunk, nézzétek, milyen gyönyörű szuvenírtába van, és az üveg pohár. Jaj, de jó, még így valamit be kell csomagolni. És hát nézzetek, nézzétek így a kezemhez képest mekkora? A kis kezem. Óriási. Maga a kis óriási. Kanállal. Kisség, tessék! Első szippantás. Viktor próbálkozik vele. Finom. Finom? Milyen? Vaníliás. Szerintem ezt nem tudjuk nagyon túl elegánsan megenni, szóval együk. Nagyon tetszik, hogy nem annyira édes. Én azt hittem, hogy ezek ilyen borzasztó némelyekös dolgok lesznek, de nagyon jó. És helyesbítünk műanyag. Oh my goodness, hello, Penelope. How are you? Well, really lovely day. Actually, we've been working on new recipes for milkshakes for spring. Oh, really? Oh my god, can you share something about it? Well, hey, let me ask you this. When it comes to spring, what flavors pop into your mind? Oh my god, strawberry. Oh. What else? What else? That's the only thing which pops into my mind right There's now. There's no wrong answers. Starting a smoke show, by goodness. Maybe something floral. It is the blue floral, that could be. Maybe a lavender. Do you like lavender? Lavender, yes, I do. Lavender ice cream. Oh, that would be nice. I think it would be delectable. I think it might be very good. You never know in the Emporium. We always like to make new milkshakes for the different seasons. If you want to take a peek, right there. Oh. We have 14 milkshakes right there on display. Well, it was nice meeting you. Jocks, it was really nice meeting you. Feel free to give us a holler. Thank you so much. Well, it's quite loud in here, so you're going to enjoy yourself. Do you enjoy yourself? Uravista, mennyire jó volt velük találkozni. Istenem, mennyire jó, hogy így karakterben maradnak. Hihetetlenül imádom. És itt lesznek a milkshakek. Úristen, nézzétek, milyen gyönyörűek. Fantasztikusan jól néznek ki. Na, ebből próbáltunk ki egyet, de hát akkora a választék, hogy ezt elmondani nem lehet. Húszam? Awesome. Awesome. Jaj, te nem fázol? Gyere gyorsan, menjünk be és vegyük fel az universál, universálat. Atya Isten, a hangulatunk az nagyon jó. Viktor elemében van ma nagyon. Itt az ideje, hogy Mardi Grászunk itt a Universalban. Mardi Grász az tulajdonképpen a farsang, és a farsang az mivel jár együtt? A karnevál szezonnal, és a karnevál szezon mivel jár együtt? Étellel, italdal és bulival, és ezt a Universal mind megadja itt nekünk.
És egy csomó gyöngysort is kapunk. Igen. Jellegzetessége a Universal Mardi Gras-nak, hogy egyrészt borzasztóan furcsa és színes karakterek vonulnak fel. Már most kint vannak az utcákon, úgyhogy mindjárt megyünk találkozni velük. Majd utána lesz a Mardi Gras parádé. A parádén fantasztikus flótok, ilyen parádés autók vannak feldekorálva, és a parádés kocsikon állnak emberek. És az emberek mit csinálnak? Dobálnak. Dobálják a gyöngysorokat, a bídeket, Beidobálnak. És ezt utána fel lehet használni arra, hogy feldekorálja az ember magát vagy mást, illetve mit lehet még csinálni Universalnál? Enni, inni, falatozni és nagyon-nagyon mulatozni. Hi guys, happy Mardi Gras! Happy Mardi Gras! Woo! Will you be in the parade today? Yes, 6:15. Okay, see you there. Happy Mardi Gras. Mardi Gras. Oh my God, I'm so mesmerized by your costume. Oh, thank you, right? It's a little hypnotizing. It is. Yeah, happy Mardi Gras. Happy Mardi Gras, see you. Bye. A Universal szinte minden pontja ilyen Mardi Gras színekbe van öltöztetve. Tudod, még a lámpákon is ilyen bohóc sapi van. A Mardi Gras band itt zenél nekünk. Az utcák tele vannak ilyen finomságokat és italokat árló bódékkal, van egy Mardi Gras tetején, teljesen feldekorálva, most még nyilvánvalóan nem sokan állnak sorba hozzájuk, de estére itt nagyon-nagyon nagy sorok lesznek, és mindenki rengeteg finomságot akar enni. Hi guys, happy Mardi Gras! You look wonderful today! Don't eat the gumbo. Don't eat the gumbo, why? Those are my cousins in here. Oh, really? Okay. The beignet is really good! Beignet, okay! No shrimp or the making of the beignet. Alright, okay, let's stick to the beignets. See you later, happy Mardi Gras! Napok óta készülünk bemenni a Tribute Store-ban, na végre itt van az ideje, úgyhogy gyerünk, menjünk be! Menjünk! Welcome, well travelers to the Ambassador Ballroom. Lényegében Mardi Gras merchandise lett találni. Úristen, gyönyörű ez az üvegpohár. Mardi Gras póló, hatalmas Úristen nyakba akasztóval. Jézusom, ez porcelán, hát ez eltörik. Ő, de jól néz ki ez a félig fekete-fehér, félig színes póló. Baseball sapi, bucket hat, legyező, Mardi Gras. Ezen a flóton volt. Ezen a flóton voltunk a Titan, igen, nagyon szép. Hú, de jó, ez a bögre, feles pohár, exkluzív nyaklánc. Hű, de jó, Gator. Azt még nem mondtam el nektek egyébként, hogy New Orleansból származik eredetileg a Mardi Gras. De New Orleansban van az eredeti farsang. Betoljuk, hogy van saját kávéjuk is. Caramel Rum Royale. Nézzük, milyen izgalmak vannak itt. Van bent egy nagy fa, amin szintén füzérek lógnak le, dekorációk. Természetesen lehet kiegészítőket vásárolni. Itt sokkal exkluzívabb, illetve különlegesebbek vannak, mint amiket többi üzletben lehet kapni. Tribute Store. Látjátok, milyen izgalmat és érdekességet lehet látni? Hű. Pólók, kitűzők, minden. Ami csak hangulatot kínál, vagy szolgáltathat. Hú. Tribute Spirit, de jó, marha hangulata van, marha jó hangulata van. Nem megy ez ma nekem, gyerekek. Hű, de szépek ezek a sütemények. Egyik Mardi Gras dekorációval van ellátva. Hű, krokodilfej, mekkora menő, mekkora aligátor. Igen, igen, bohóc sapi. Hű, nem akkora, mint a korábbi Tribute Store-ok, amikben már voltunk, de azért elég jó. És vannak medalionok, amiket mi gyűjtögetünk néha. Pápa Tribute Store, szia, tök jó volt. Közben, amíg a parádira várom, megküzdünk az alienekkel. Piu-piu, megyünk, gyere. Piu-piu, te fogsz nyerni megint mi. Valami módban. Igen, te fogsz. Viktor megkapta a 100.000-es bónusz, 127.905, Andris 54.200, nagyon ügyes voltál! Cosmically average! Cosmically average! Nem baj. MIB. Most fognak minket emlékmentesíteni. Oh my God. Maddigra nem maradhat el, hogy együnk és ígyunk. Legjellegzetesebb az a benyé, ami a porcukros szalagos fánk. Itt általában négyzet alakúra szokták sütni. Ezen kívül még a king cake, amit nagyon szednek. Ez egy hatalmas, ilyen óriási, nagy tenyér méretű, süti, színes, cukormázos kis torta. Viszont ami nélkül nekünk nem Mardi Gras, az a Category 5 Punch. Ez egy jó kis
rumos üdítő, általában alig érzi benne az alkoholt az ember, és ilyen szuper szuvenír kapott, mert beszereztünk egy pár nappal ezelőtt, ebbe fogok kérni most egy refillt, ami nagyon szuper még The Universal Mardi Gras-nál, hogy lehet vásárolni ilyen étel és italkártyát, $120 fizet érte az ember, de $150 értékben tudja levásárolni. Az összes ilyen Mardi Gras food kárt elfogadja. Nézd, mit hoztam! Köszi, köszi! Nagyon szeretem! Egészség! Viktor, meg foglalja nekünk a helyet a parádéra, mert hogy azért érdemes előre gondolkodni. Egy zsúfoltabb napon 60 perccel hamarabb érkezzetek, egy kevés zsúfolt napon, mint ma, elég egy 30-40 perccel is. Vagy nyilvánvalóan nem lesz ilyen jó hely az embernek. Nagyon jó helyünk van. De nekünk igen. Happy Mardi Gras! Hi! Go title, go! Ezen a flóton utáztuk! Konfetti ágyú! Viktor gyűjti szépen, jó ideügyi vágy! Jó ide jó! Signature float mindig a gétel! Ez ekkora show, annyira király, imádjuk! Nézzétek, mennyi gyöngyöt gyűjtöttünk! Nézzétek, milyen sok! De Viktor is van! Azt nézzétek! És Viktor egyetlen egyből se gyűjtött duplát! Nagyon durva! Jó kis emléket lehet belőle csinálni otthon! Mi ezzel is köszönünk mára, nagyon jól éreztük magunkat itt a Mardi Gras, reméljük, hogy ti is átéltétek otthon ezt az élményt. Ha tetszett, akkor kérjük, hogy lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjatok kis csengőt és értesüljetek a következő videóinkról. Kövessetek minket Instagramon is, nagyon köszönjük, hogy velünk vagytok, találkozunk legközelebb, sziasztok! Happy Mardi Gras!